2000 mázsa fürtösmedgyet dolgoz fel a zsindelyes pálinka főzde, a gyümölcs és a belőle készült pálinka is hungarikum. A cég szeretné a következő évben kiterjeszteni az újfehértói nemes gyümölcsből készült termékek körét. Megpróbáljuk minden fronton, akár az ételek, ételreceptek tekintetében, ha csak saját régiónkban is valamilyen formában megmutatni, akár a koktélok, a kávés kompozíciók, a csokoládék tekintetében is. Tehát mindenképpen szeretnénk a szörpök, gyümölcslevek, lekvárok, aszalványok irányába, egy gyümölcsecet irányába kiterjeszteni ezt az egész dolgot, hogy ne csak a pálinkáról szóljon, hanem azt kell mondjam, hogy az élelmiszer ágazatnak majdnem minden területére kiterjedjen ez a bizonyos értékesítés. Az értékesítés jól alakult az elmúlt évben, 25,5%-kal növekedett az országos eladás, a zsindelyesnél 54%-kal nőtt. A pálinka önálló törvénnyel védett hungarikum, az Európai Unió eredetvédettsége alatt áll. A korábbi években a magánfőzés körül kialakult jogi procedúra már rendeződött, így a főzéssel kapcsolatos törvénykezések nyugvópontra kerültek, letisztult a piac is. A belföldi értékesítés a számottevőbb. A zsindelyes pálinka főzde az üzemet, a technológiát fejleszteni és a létszámot is bővíteni kívánja a következő években. A cégnél júliustól 11 fővel bővült a foglalkoztatottak száma, fontos, hogy a palackozó tevékenység nyereséges legyen ez évben is, hiszen abból tervezik a fejlesztéseket. Sajnos az éléből, tehát az élelmiszeripari fejlesztési pályázatokból a vállalkozásunk ki van zárva, mert középvállalkozásnak minősül. Azoknál a 0%-os kamatozású 15 évre, maximum 15 éves futamidejű hitelekre nem tudunk pályázni, mert desztillációs talajgyártás a fő tevékenység. A Ginopnál, Keopnál ott pedig olyan belső arányok vannak, ami vállalhatatlan. Úgyhogy valószínűleg az lesz, hogy piaci alapon fogjuk a beruházásainkat megcsinálni. Teljes arculatváltás lesz a cég életében, ezt hivatalosan idén decemberben jelenti be a zsindelyes. A külföldi piacokat már nem keresi a cég, hiszen úgy látják, a pálinka itthon népszerűbb. Minden ország a saját termékét védi azáltal, hogy a saját szeszes italát választja.